Borbó Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke és a Régiók Bizottsága választott nagykövete a klíma és energia ügyi kérdésekben azokra a vidéki társadalmi csoportokra hívta fel a figyelmet, amelyek energiaszegénységgel küzdenek. Brüsszelben február 22-én a Polgármesterek Szövetségének évelei találkozóján Borbó Csaba kiemelte, hogy a hazai tűzifa hiánnyal küszködők nagyobb odafigyelést igényelnek, és megoldást kell keresni rá, ehhez pedig Brüsszel is utasíthatja Romániát. Brüsszelben egésznapos rendezvény sorozattal ünnepelték a Polgármesterek Szövetségének megalakulásának 10. évfordulóját, amelyen több európai biztos is részt vett. A rendezvényhez kapcsolódó konferencián többek között az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodást és az okosváros koncepciókat is megvitatták. A megyeelnök, mint mondta, Románia ugyan teljesítette a 2016-os párizsi klímaegyezményben az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó vállalásait, viszont megfeledkezik azon, elsősorban vidéki társadalmi rétegekről, ahol a tűzifa az elsődleges energiaforrás az épületek, otthonok fűtésére. A megyeelnök szerint ezekre a problémákra is alternatívát kell nyújtani, és támogatni kell az otthonok fűtésrendszerének cseréjét, hiszen a tűzifa oly mértékben drágult, hogy a családok megélhetése kerül veszélybe. Romániában több formában is található megoldás az épületek energiahatékonyságának fejlesztésére, úgy mint a passzív ház vagy szoleta, autonóm ház. Ugyanakkor országos szinten egyre nagyobb számban találhatók ökoházak, zöldházak, amelyek a nap, szél, víz és földenergiát felhasználva környezetet óvó technikákkal működnek. Ezek közül egy található Csíkcsomortánban is. Ezek általában drága technológiák vagy egy speciális szegmensnek kedvezőek. Például akinek van szalmája. Megfizethető, elérhető építéstechnikára van szükség, hangsúlyozta a megyeelnök, megemlítve, hogy a zöldház program ugyan sikeres, ez viszont nem oldja meg az energiaszegénység problémáját, a tűzifa hiányt, hiszen megfizethető, a helyi klimatikus térségre kidolgozott technológiákra van szükség, vagyis az egyéni háztartási fűtésrendszerek kiépítésének támogatására. A fával fűtött kályhákat energiahatékony fűtésrendszerre kell cserélni, amit nem engedhetnek meg maguknak ezen csoportok, és az államnak ezt támogatnia kell.